Már dolgoznak a munkagépek, hamarosan elkezdik építeni a kisvárdai stadiont. Az új épület látványtervei már hónapok óta láthatóak az interneten is. A 2500 férőhelyes sportlétesítmény, amelynek befogadó képessége szükség esetén akár 5000 férőhelyre is bővíthető, várhatóan 2017 őszére készül majd el. Ez pedig már a sportszálló leendő helye, az építkezés már elkezdődött. A munkálatok szomszédságában van a kisvárdai vár, az épületet hamarosan teljesen felújítják, ennek látványtervei is megvannak már. Teljes egészében a vár újraépül, úgymond időzőjelben, tehát rekonstruáljuk a várat. Kap egy olyan modern funkciót is, ahol installációkat lehet majd megnézni, amellett, hogy a régi sieket, ugye a itt talált leleteket. Ezen kívül a vár mellett felépül egy nagyon modern strandfürdő balneológiával, látványelemekkel, és hozzá kapcsolódóan egy ökofilmparkkal. Ennek a ötlete onnan jött, hogy Kisvárda és környéken nagyon sok filmes származik, és innen kezdtük el ötletelgetni, vagy ötleteltük, hogy erre kéne építeni, hogy más legyen, mint más helyeken a fürdőhelyek. Ezek a felvételek tavaly nyáron készültek a Les Fest egy új üdeszínfoltja Kisvárdának. A fesztivált 2017-ben is megszervezik, harmadik alkalommal. A zenei és sportrendezvényre nem csak a megyéből, határon túlról is érkeznek vendégek. Bízva abba, hogy a elmondott fejlesztések miatt a turizmus megnövekszik Kisvárdán, eddig is jelentős turista forgalom volt, főleg Szlovákiából. Most úgy gondolom, hogy szálloda mellett és a látványelemek mellett sokkal többen fognak jönni. Emiatt az átmenő forgalom nagy lesz. Épül két körforgalom a belvárosban, ami tehermentesíti az ott lévő csúcsidőket, ami viszont a legfontosabb, hogy mind éjszaka, mind délen épül egy Kisvárdát teljesen elkerülő út. Tehát a teherforgalom Kisvárdáról tulajdonképpen úgymond kitiltható, elkerülhető lesz majd Kisvárda. A városvezetés egyik kiemelt szándéka a fiatalok Kisvárdán tartása, ezért több céggel is tárgyalnak, hogy megfelelő munkahelyet tudjanak biztosítani számukra is.